Köszöntöm a Világpanoráma kedves nézőit, és sok szeretettel köszöntöm mai kedves vendégemet, Drábik János, szervusz. Köszönöm a meghívást. János, amikor én meghallottam ennek a malájgépnek a szerencsétlenségéről szóló hírt, eszembe jutott néhány dolog, kérdések és megjegyzések. Az első, rövid időn belül feltűnő, ez már a második maláj Boeing utasszállító, amely rejtélyesen pusztul el. Ugye az első maláj gépnél sem volt semmilyen magyarázat, egyszerűen eltűnt a gép, holott műholdak szántják az eget, kémrepülőgépek, az egész világot, mindent látnak, talpalatnyi földet is felülről, mégse tudta senki rögzíteni, és állítólag azon a gépen, az első maláj gépen utazott egy olyan amerikai mérnöki küldöttség, amely korábban föltalálta és szabadalmaztatta azt, hogy kereskedelmi gépeket is el lehet tüntetni a radarok képernyőjéről. Valóban szinte hihetetlen, hogy a jelenlegi korszakban az elektronika és a kibernetikának a jelenlegi szintjén, amikor egy kavicsnak az eldobását lehet észlelni a GPS-szel, akkor el tud tűnni nyomtalanul egy 280 utassal a fedélzetén egy óriásgép. Igen, valóban azt már kiderítették, hogy négy olyan kínai, amerikai szakértő, aki egy amerikai tudományos kutatóintézetben egy rendkívül fontos találmányt hozott létre, úgyhogy az ötödik szabadalmi joggal rendelkező maga az az intézmény volt, amely viszont Rothschild tulajdonban van, de ez a négy feltaláló, akik éppen mentek egy tudományos tanácskozásra, képfedélzetén volt. A mostani maláj gép, amely ugye Ukrajna fölött az orosz határ közelében robbant föl, vagy lőtték le, még nem tudjuk. Ezen a gépen viszont egy nemzetközi, nagyon fontos AIDS konferencia küldöttei utaztak, ugye Hollandiából és máshonnan is. És hát azt is tudjuk, hogy az AIDS igen nagy üzlet a világban minden szempontból. Sokféle szempontból rendkívül gyanús. Nekem az első az volt, hogy lehet az, hogy a repülőgép irányítás, amely azért egy nagyon magas szinten megszervezett szakma, hogy azt nem tudták elintézni, hogy ezt a többszörösen kockázatos területet utasszállító civil gép elkerülje. Na várjál, egyáltalán olyan biztos, hogy ez rakéta volt? Mert azt akarom mondani, hogy egy gép, ha fölrobban a levegőben, persze ilyen gyanús helyen, ahol egyébként rakéták röpködnek, és nagyon jogos a kérdésed, hogy engedhették oda, holott napok óta már nem repülhetnek arra polgári gépek, mert ez olyan térség, ahol több katonai gépet lelőttek eddig, és bizony egy háborús térség, háborús hadszintér fölött röpködni ennyi utassal egy polgári gépnek, hát eleve felelőtlenség. Ki adta ki az engedélyt, hogy arra menjenek? Kitérítette el? És mi van, János, hogyha ezt a gépet szándékosan eltérítették, hiszen a dél-koreai géppel is ezt tették. Annak igen, a KAL 007-essel 1983-ban. És mi van, hogyha egy időzített bombát raktak a gépre? Tudjuk jól, hogy ezt bárhol megtehetik, mert ugye nem az utasok szokták fölvinni, hanem azok engedélyezik, akiknek ki kéne szűrniük. És ezt úgy időzítették, hogy éppen azon a területen robbanjon fel a gép, ahol eleve mindenki arra gondol, hogy rakétával lőtték ki. Na most erre az első válaszom az, hogy mivel még csak egy nap telt el, tehát az lehet, hogy azt el lehet majd dönteni tudományos módszerekkel, mert azért mennek majd a szakértők kivizsgálni, hogy egy rakéta továbbította a robbanó szerkezetet, vagy már el volt helyezve a gépen. Tehát ez valószínű, hogy ez egy olyan kérdés, amit majd a hozzáértő szakemberek eldöntenek. De egyáltalán nem lehet kizárni, hogy igenis, elhelyeztek a gépen egy olyan időzített szerkezetet, ami ki volt számítva, hogy pontosan, ha erre a területre ér, akkor robbanjon, és hát persze, hogy a és ez azért lényeges, rögtön az oroszokra és vetődik. Ez azért lényeges, mert hogyha kiderül, hogy mégse rakéta, akkor eleve az oroszokat ki kell zárni. Ha viszont ugye azt mondják, hogy rakéta, akkor azonnal az oroszok lépnek be a képbe, mert ugye ki tud adni olyan szerkezetet a Kelet-Ukrajna függetlenségért harcolóknak, akik egy 10 000 méter magasan repülő célpontot el tudnak találni. De még akkor is, hogyha
netalántán tényleg rakétával, mert mondom, ez egyáltalán nem biztos, ez, ha tényleg, akkor is ilyen rakétát, tehát ez a világ szinte minden táján megtalálható, a fegyverkereskedelemhez nem is kell különösebb nagy kapcsolatoknak rendelkezni, hogy valaki egy ilyen rakétát beszerezzen. Így van, és egyébként az ukránoknak is van hadrendbe állítva, hiszen a szovjet időkből örököltek ilyen rakétákat. Megjegyzem, az ukrán légvédelem néhány évvel ezelőtt, már a Szovjetunió széthullása után lelőtt egy alkalommal egy polgári utasszállító gépet, Izraelből orosz zsidók mentek haza Szibériába, azt hiszem Novoszibirszbe, és gyakorlat közben állítólag véletlenül egy rakéta, valószínűleg hasonló rakétával kilőtték azt a gépet, és elpusztult utasaival együtt. Tehát nem az első eset Ukrajna történetében.